Szép vagyok? Szép, szép, mint általában. Jó. Nézd már, bazd meg, várjál. Várjál. Na mindegy, jó. Nem kell mindig magyar hangos trikóban lenni. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. Mindenkitől azt szeretném kérni, hogy iratkozzon fel, ha még nem tette meg. Az nagyon fontos. Tudtok minket támogatni, akár YouTube-ban is. A mostani vendégem Csintalan Sándor. Szia Sándor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Jó napot, magyar. Gyorsan szeretünk volna összehozni egy interjút, vagy beszélgetést a tegnapi tüntetés, illetve demonstráció után. Ugye április 7-e van, ugye április 6-a tegnap volt ez a Magyar Péter által meghirdetett demonstráció, amin útnak indította, a többek között az is fontos dolog történt, hogy útnak indította a Legyél a Változás néven a mozgalmát. Volt, hát most nézegettem itt reggel a beszámolókat, hogy mennyien lehettek. A legóvatosabb az volt olyan, az mi a 40-45 ezer körülre tette, de olyat is láttam, hogy 100 ezerre. Végül is a Kossuth tér az nagyjából megtelt, én úgy láttam, illetve a környező utcákban is nagyon sokan voltak. Szóval nagyon sokan voltak. Ez volt valószínűleg az utóbbi évek legnagyobb demonstrációja mindenképpen. Nekem véghallgattam az egészet a Partizán közvetítésén, és ezúttal is szerintem köszönjük meg a Partizánnak, hogy ezt megtette, mert ugye a közszolgálati média, az, ha jól láttam, akkor egy egyperces összefoglalóba végül is beszámolt az esti híradóban, de ugye napközben semmit nem hallottunk erről, nem ezt teljesen ignorálták. Illetve még annyit, hogy a reggeli sajtó szemlében itt megnéztem a helyszíni videóriportokat csinált a Telex, a 444, a HVG, rengeteg vlogger, nagyon jók voltak, megszólították az embereket is, és a kormánypárti médiák közül pedig ez a szokásos olyan lejárató vagy karaktergyilkos kommentárok voltak, gyakorlatilag érdemben nem beszéltek erről. Ugye végignéztem, nekem nagyon tetszett egyébként a Tar Zoltán református lelkésznek a beszéde. Magyar Péter egy egyórás beszédet mondott végül is. Nekem ami ebből így talán ami így leginkább leszűrődött az, hogy ez egy ilyen nagyon integratív ilyen beszéd volt, amiben próbált így egyensúlyozni Gyurcsány, Orbán között, és a politikai oldalak között egy ilyen centrista beszéd volt. Neked mi az, ami így közben járt a fejedben, Sanyi, meg ami így a végén leszűrődött? Hát rengeteg dolog gondolom, de mit szeretnél így elmondani ezzel kapcsolatban? Mi volt, amire ilyen revelatív volt most, ilyen újszerű ebben? Ha volt ilyen. Először is maradjunk ki a számháborúból, baromi sokan voltak. Nagyon sokan voltak. Nem nagyon szeretem ezt az embert idézgetni, de ha Rákai Filipes vagyok, akkor 2 millió van. Ha én volnék a Rákai Filip, akkor azt mondanám, hogy 2 millió van. Sőt, ha még Rákai Filipebb lennék, akkor 4 milliót mondanék. Sokan voltak. Nem voltam meglepve, én ezt előtte is interjúban elmondtam, hogy a jelek, meg az orram alapján úgy képzeltem, hogy sokan lesznek. De minden esetre annyian mindenképpen voltak, hogy lehetett értékelni, hogy a föld dübörög. Tehát én egyébként nagyon fontosnak gondolom sokokból elmondani, hogy megemelem a kalapomat mindenki előtt, aki ott mint kedves közönség megjelent. Egyébként az én értelmezésemben itt a sztárok
azok voltak, akik ottan nagyon sokan megjelentek. Ők voltak a sztárok. Ők a sztárok. Abszolút. Abszolút. Engem egyfelől egyébként ez nagyon megnyugtatott, hogy az ember nem teljesen hülye, én magam se talán, amikor azt állítom, hogy itt nem baj van. Komoly baj van ebben az országban. Többen nyilván tudnák napestig, én magam is tudnám napestig sorolni a bajokat, és a talán még némi jós tehetséggel, és a tévedés jogát fenntartva, másfelől pedig feltételezve, hogy nem tévedek azért olyan nagyot, és még jönnek a bajok. Csőstül. Tehát tisztelet az ott megjelenteknek. Az nagyon érdekes a dolog, mert én nem nevezhetem magam se újságírónak, igazából jelenállás szerint politikusnak se, talán azt mondhatom, és aztán nem magamról akarok beszélni, hogy valami olyan állampolgár vagyok, egy nyugger, akinek van véleménye. És a véleménye ilyen értelemben nem óhajt az objektivitás látszatát kelteni, és legalábbis én belülről magamat egy kicsit túlértékelve, és mindjárt befejezem, hát hogy is mondjam, elfogulatlannak se gondolom. Azon kívül én az ellenzék egyik jelenállás szerint kis pártjának vagyok tagja, a Magyar Szocialista Pártnak a tagja, és mondjuk ezután a rendezvény után sem fogok máshova átlépni. Na szóval ez a nézőpont. Ez azért fontos különben, mert ezzel párhuzamosan én most már egy jó ideje, de most aztán meg végképp, mostanság meg végképp igyekszem kilépni abból a pozícióból minden megnyilatkozásomban, és most már másodszor ígérem meg, hogy mindjárt befejezem. Szóval én nem a pillanatot óhajtom értelmezni. Amúgy is jó lenne a magyar politika. Noha ez most trendi. És különösképpen a populizmusnak, meg a szélsőségeknek nagyon kedvező ebben a medializált világban az, hogyha a pillanatról folyik az értekezés. Ki kell lépni, szerintem, ki kell lépni ebből a uraljuk a pillanatot nézőpontból, mert most már azért egyre inkább látszik, különösképpen itt a harmadik világháború szélén táncoló világban, hogy ha a pillanatok uralásáról van szó, akkor ide jutunk. És miért is mondtam ezt most így el? Azért, mert ebből persze az is következik, ebből következik talán például az is, hogy óhajtom tiszteletemet kifejezni azoknak, akik ott voltak. Óhajtok mindenféle politikai megnyilvánulást úgy szemlélni, hogy ettől persze a kritikai énem, mert nem fogom feladni, miközben a reményt is megpróbálom ebben valahogy összehozni egy szintézisbe. Tehát a tegnapi összejövetelből, Magyar Péter szónoklatából az derült ki számomra is, hogy valójában, noha az ígéret ennél többről szól, ha körül akarjuk írni ezt a dolgot, akkor ha nagyon szikárak vagyunk, akkor úgy minősíthetjük, ahogy te mondtad, hogy egy ilyen centrista politika. Ha egy kicsit ezt tett abban, hogy mit is jelent Magyarországon is most, akkor én azt mondom, hogy light Fidesz. Tehát egy Fidesz light. Ezen kívül ez azért érdekes, mert az azt is jelenti, és hát nagyon erőteljesen bele kéne magyarázni mondjuk a rendszerkritikát. Ez azt is jelenti, hogy magával a rendszerrel, és annak intézményeivel, legalábbis a tegnap elhangzott szónoklat alapján, meg az előzőek alapján, olyan túl sok baja nincs Magyar Péternek. Az, hogy,
hogy európai jogállam, és mondjuk a jogállamisággal és a demokráciával kapcsolatban is mondott ő már furcsákat, az egy számomra nagyon általános megközelítés, így ebben a formában, itt és most Magyarországon, mert a kérdés az az, hogy ő részt akar-e venni abban a politikai folyamatban, amivel a rendszer egésze, úgy, mint NER, tehát mint pártállam, és úgy, mint az a jog és intézményrendszer, amit a pártállam, a NER létrehozott Orbán Viktor vezetésével az elmúlt években. Tehát az én felfogásom szerint a rendszerhez, magához, a NER-hez, vagy a NER megalkotta azt az intézményrendszert, alaptörvényt, választási törvényt, önkormányzati törvényt, médiatörvényt, az olyan státuszú médiahatóságot, ami éppen ebben az országban van. Ennek a rendszernek fundamentuma mondjuk a politikai tartalmak esetében, és csak a legfontosabb példát mondom, az Európában, jelen állapotban, Ukrajnában zajló háború, amely az én értelmezésem szerint arról szól, hogy az oroszok megtámadták Európát. És a 30-as évek Franciaországához képest, amely lazán átengedte annak idején a németeknek Elzász Lotaringiát, az ukránok megállították az agresszort. És ebben az esetben például, amikor azt mondja Magyar Péter, hogy szóval azért ezt a konfederációs gondolkodásmódot el kell dobni, noha ő sem definiálja, hogy az alatt mit ért, mint ahogy egyébként az úgynevezett föderalisták, igazából Dobrev Klára emlegeti, ezt egyedül ezen kívül nem nagyon mond semmit, sem definiálja, hogy ez alatt mit értenek, de most, amikor effektív háború, meg van támadva Európa, azért ezt a kérdést csak így nem lehet kidobni. Hogy egy ilyen példát mondjak, hogy milyen tartalmi elemek. De a gazdaságpolitikáig bezárólag némi utalást azért lehetett volna tenni, ha már egyébként Magyar Péter az oktatás politikáról oly hosszasan beszél. Ami nagyon fontos, és a gyermekvédelemről is oly hosszasan beszél. Bárhogy, hogy mondjam, ugye a hitelesség is nagyon fontos egy ilyen politikai megszólalásnál, én azért egy picikét ebben a nagy őrületben, hogy némi iróniával, de megértő és szeretetteljes iróniával utalnék arra, hogy az ő három gyerekére is kéne egy kicsit már gondolni, nem csak neki, hanem a vele toxikus kapcsolatban valamikor együtt élő feleségének dektó. De ez csak tényleg elolászerű mondom. Úgyhogy meglátjuk. 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 Nagyon sok fog múlni azon, hogy az ellenzék mindarra, amit csinál. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen politikai erőnek van helye az ellenzéki térfélen, a magyar politikai életben úgy egyáltalán. Csak hát akkor tessék megcsinálni, drága barátaim, hajrá, én azt kívánom nekik, nekünk, magunknak, hogy legyen egy ilyen politikai erő, de ne azoknak a számát gyarapítsa, amelyik egyébként az ellenzéki szavazók fikázásához vezet, miközben az integrációt hirdetem meg, és mondjuk úgy lehetne ebből a Orbán-Gyurcsány ellentétből, ellentmondásból kifarolni, hogyha nem venném már a szájára Gyurcsányt. Gyurcsány Ferencet valamikor a magyar választók leváltották, egyébként egy elképesztően hatékony fegyver farigcsát ebből a NER. Én azt gondolom, hogy a DK 900 ezer szavazójára, az ott lévő szellemi potenciálra is szüksége lesz egy olyan koalíciónak, nevezzük ezt bárhogy, amelyik 2026-ban le akarja győzni, ha Magyar Péter is azt szeretné, és felszámolni a NER-t, ráadásul a felelősség őrült nagy, mert azért a legnagyobb esélye akkor van a NER felszámolásának, hogyha 2026-ban
a rendszerkritikus ellenzék kétharmaddal győz. Hát amúgy meg. Hát amúgy meg. Talán, de hát tény, ami tény, az mégiscsak úgy van, hogy hát ez egy meglehetőség. Közbevethetek itt valamit? Bármit. A Partizánon a Magyari Péter és Ruf Bálint beszélgettek, utána elemezgették egy picit a beszédet, és több Magyari Péter, Magyari Péter újságíró a válaszolásban. Igen, igen. Ő kiemelte azt, hogy ugye voltak egy ilyen fideszes, 2002 Fideszre emlékeztető motívumok a beszédben, és ez nekem is közben, a beszéd közben feltűnt, de rögtön azt vettem észre, hogy ugyanakkor az is történt, hogy ugye gyakorlatilag a Fidesz teljesen ellopott bizonyos kifejezéseket és szavakat, a nyelvet gyakorlatilag, kisajátította, és ha azt mondta, hogy polgári, vagy mikor azt mondta, hogy nemzeti vagy magyar, akkor rögtön ezek így, tudod, így azt éreztem a tarkómban, tudod, hogy ez a fideszes szóhasználat. Igazából itt főleg az, hogy polgári például, ugye? Akkor az jut eszedbe, hogy polgári Magyarország, stb. De itt arról van szó, hogy a Fidesz ellopta ezeket a kifejezéseket, amiket ő megkérdette, hogy vegyük vissza. Figyelj ide, egyrészt, jó, hát én most már a 70. évemben vagyok, és te még olyan fiatal vagy, neked minden vicc új. Persze, hát ezt tudjuk. Igen, ez így volt, engem is nagyon bántott annak idején, az MSZP-ben is, még a 90-es évek környékén is már voltak ezek a viták, hogy mi legyen ezekkel a szavakkal. Na most nálad van baj. Halló. Halló, halló. Hallak, itt vagyok. Halló, halló. Hallak, hallak. Valamiért az én képem. Jó, csak nem látom. Én nagy csönd lett. Na most jó, most meg jó. Meg elsötétedett a képen. Ah. Amúgy meg van, ugye ide. Hát, ugye ide, hát, a politikának ez egy ilyen, meg a közéletnek, üzeneteknek. Egy adott szókészletből dolgozunk. Most hányszor hallottam az életben, hogy vegye vissza a népa. Mindenki ezt mondja, hogy még nem elvett a hatalmat, és az enyém lenyémbe. Mi vegyük a hatalmat. Az a helyzet, hogy hát ez ugye Orbán behúzta a csőhöz nagy részt a magyar közélet. Érdekes módon az, hogy igazat mondott, nevezetesen azzal, hogy mit csinálok. Ezzel ugye a politikai gesztus nyelvet elszakított attól a politikai közéleti gyakorlattól, attól a hatalmi gyakorlattól, amit egyébként művel. Így tudja felhasználni azokat a szavakat, amelyeknek egyébként egy ilyen integrációs tartalma van. Hát ezért válik sok szempontból ugye a szórakozás, az irónia tárgyával ez a kifejezés, hogy a mi magyarok. Ha úgy veszük, akkor Magyar Péter ezt a szót meg elvette a Fidesztől, és én egy beszélgetésben említettem mostanában, hogy ezt a mi magyarok szót is a belpolitikai értelemben el kéne felejteni. Mert ez lényegében csak a nemzet, a mi magyarok megosztására szolgál. Mert mindazok, akik a hatalomban nem simulnak bele, nem integrálódnak, nem értenek vele együtt, azok kiesnek a mi magyarok körébe, és mondjuk nem szeretem a nevét, van már jó néhány ember, akinek a nevét sem szeretem kiejteni, ugye Bencsik András, vagy a Gábor írta, nem tudom, most ugye azzal, hogy mindazok, akik egyébként a nem
ezt a kormányt preferálják, és nem a NER-t, azok most már lassan, direktben egyébként kísértetés náci terminológiával patkánynak vannak minősítve. És a judus terminológiát használják. Na szóval azt akarom kinyögni, hogy hát igen, vegyük vissza. Persze. Én nem adtam oda. Én nem adtam oda sosem. Nem kell oda. Nem kell oda. Így van. Nem kell. Nem kell. Ezek persze fontos. Ezek persze fontos. Elvi retorikai elemek. Csak ez azért érdekes, miután az ember ebben az egy órás beszélben, én legalábbis, meg mások is különben, azért beszéltem néhány emberrel, mert föl voltam Pesten, akik jöttek is a tüntetésről, meg olvasom én is egész éjjel, olvasgattam a reakciókat, mert nagyon izgalmas ez a helyzet. Ugye némi csalódásuknak adtak hangot, mert hogy nagyon kevés volt a konkrétum. Tehát lényegében azért mondtam, hogy light Fidesz. Fidesz light. A 2002 előtti Fidesz. A diktatúra nélküli Fidesz. Vagy hogy még pontosabban ez az a Fidesz, amelyik most a Magyar Péter állítása szerint nem reszket a hatalom elvesztésétől. És polgárban gondolkodik, nem alattvalóban és nem droidban. Én is ugye végignéztem nagyon sok ilyen, ilyen utcaembere típusú interjúkat, meg régen, vagy mindig ez volt már ugye kérdés, hogy kiket mozdít meg most Magyar Péter, kik azok, akik erre így nagyon rezonálnak. Most ez érdekes volt, én láttam ilyen, talán így mondjuk a régi Jobbikhoz, vagy szélső jobbhoz köthető, vagy kapcsolható ilyen arcokat a tüntetésen, nagyon sok ugye a liberális oldalról, SZDSZ, stb. Akkor voltak azért most már fideszesek, akik nem Fidesz szavazók most már. Szóval azért nehéz, arra gondoltam, hogy nagyon nehéz volt, tehát nehéz egy olyan beszédet mondani, ahol ezt a célt, hogy ugye integratív legyél, ezt szem előtt tartva ne rúgjál bele senkibe, tudod meg, ne legyen rossz érzés senkinek. De mit gondolsz, hogy ezek kik ezek az emberek leginkább, akik rezonálnak most erre a Magyar Péter megmozdulásra? Ez egy ilyen protest közönség, vagy ezek tényleg egy ilyen hiányzó politikai mező, amit kitölt? Ha már ez szóba volt, engem nagymértékben rovar, hogy ahhoz képest, hogy mi történik, és mondjuk Magyar Péter mit mond, és mit cselekszik, itt a mondás és a cselekvés egyelőre nagyjából egybeesik, értelemszerűen, mert hatalmat még nem gyakorolt, hogy megy erről a halucinálás. Őszintén szólva, ha kimondjuk, már pedig némi valóságismerettel kénytelenek vagyunk kimondani, hogy ez az most nem konkrét értelemben, hanem így összességében valójában, és nem a kibújás szándékával. Mondom, ez az ellenzék kritikája is. Ugye a NER-nek, mint a rendszernek válság és lázas tünete, a Magyar Péter jelenség és Magyar Péter kiugrása, a Fidesz, a NER reakciója Magyar Péterre, hát abszolút pánik. Abszolút pánik. És nyilván most rátolják az ellenség válságára, vagyis az válságára is próbálkoznak mindennel, de ez nyilván a NER-nek egy nagyon súlyos kritikája és jelzése annak, hogy balhé van a NER-en belül. Hát az egy rettenetes tragédia, én ezt azért szeretném megjegyezni, hogy ezt egy ilyen családi dráma hozta felszínre. Mert nem tudom elfelejteni a három gyereket, akik eddig is szenvedtek, most is szenvednek, és ezután is szenvednek, fognak, és örökké sérültek maradnak. Na de, ez megint csak egy zárójeles megjegyzés volt, van itt mindenféle karcsi. Tehát vannak Fideszből ki, vagy voltak. És én nem csak interjúkat, hanem ugye tegnap csináltuk a kötött fogást, és ott az pont a szomszédban van.
és a tüntetésről, a demonstrációról eljött emberek, egyébként ezt a kifejezést egy nagyon kedves embertől loptam, ezt a Fidesz Lite-ot, aki ráadásul egyébként kutyapártiként, sőt, szlovákiai kutyapártiként, sőt, nyuggerként, egy ilyen vén majom, mint én, akivel már volt szerencsém találkozni, ültem ott, ittam ki a kávémat a Jókai utcában, és akkor jött és azt mondta, hogy ez Light Fidesz. Tehát volt ott kutyapárti, volt ott MSZP-s, volt ott Fideszes, volt ott volt SZDF-es, volt olyan, aki semmilyen nem volt. Csak ahogy az elején mondtam, tele van tökéletes az egészen, ami zajlik. Ugyanúgy, mint az egyik orvosomnak, most nem fogom meg, éppen tegnap előtt, aki nekem egy elég fontos, nagyon kedves és nagyon izé. Beléptem az ajtón, azt mondtam, na jó, Zsándor, megyek, költözünk. Mondom, ki és hova? Szóval megyünk Spanyolországba, az egész család. Na most, tehát ez a nagy büdös helyzet, én ebből messze menő következtetéseket nem akarok bevonni, éppen tegnap mondtam valakinek, és most is mondom. Az, hogy ki mindenki volt ott, azt nagy kockázat, nem kell oda, hogy azt mondjam, hogy mindenféle emberek voltak, de hogy milyen tanulságot vontak le ebből, hát azt független attól, hogy milyenek voltak ezek a helyi kis izék, tudósítások, meg bár egyébként némelyik meglepően szépen, de úgy látszik, azért érezték sokan, hogy ezek a helyi kis tudósításokból, amit a különböző médiumok csináltak, majdnem mindegyiknél, sőt mindegyiknél elég jól látható volt, hogy mindenféle ember van. Reménykedő, kétkedő, hogy most egy másik dimenzióba helyezzem, a politikai dimenzión kívül, aki egészen odáig, aki abszolút egzisztencialista módon közelítőre azt mondta, hogy a cselekvés az önmagáért fontos, és hogyha 10-szer csalódok, akkor is 12-szer is el fogok menni, és a többi. A kérdés az, hogy ezután mi lesz. Tehát egyrészt azt szeretném aláhúzni, hogy a Magyar Péter felelőssége óriási. Az ellenzék felelőssége óriási. És itt nem egyszerűen sértegetésről van szó. És nem ezért emlegettem most, hogy már úgy kezdtem örvendeni, hogy ezt a Gyurcsány ügyet elfelejti. És legalább ő úgy fog már beszélni erről a dologról, hogyha egyébként valamiféle... Egyrészt, amikor nekem a nemzeti egységről beszélnek, meg a centrumtól, már egy kicsit már allergiás rohamaim vannak. Mert ő nem lehet mindenkit integrálni, csak befél vállampárti vagy diktat önként módszereivel. Ezt a Fidesz megcsinálta, hiszen bő 1 millió olyan ember van, akinek effektív egzisztenciális függése van. És nem csak a Mészáros Lőrincekről beszélek. Most nem akarom elvinni a hizet, de nem véletlenül módosítják most a versenytörvényt. És jutunk el odáig, hogy a magyar állam azzal az előzménnyel, hogy beldöngető módon átveszik a vonatkozó német szabályozás, csak hát van egy nagy különbség, hogy utána már igen régen diktatúra van, és egy hatalmas piacgazdaság, de itt arról lesz arról fog szólni a történet, hogy Orbán és kliensei, ha valakit ki akarnak rúgni a tulajdonukból, vagy ki akarnak lökni a nomenklatúrából, akkor úgymond jogszerű módon ezt végrehajtsák. Na, szóval azt akarom mondani, hogy őrült nagy felelőssége van. Magyar Péternek őrült nagy felelőssége van. Az ellenzéknek, hogy hajlandó ezt a koalíciót összerakni. Vagy egyáltalán komolyan gondolja, hogy a rendszert kell megdönteni. És mondjuk például ez se olyan evidens. Tudni, hogy Magyar Péter egyelőre, amit mondott, például arról, hogy egyetértek vele, hogy a mostani választási törvénnyel is, meg a mostani viszonyok mellett is lehet váltani. Le kell váltani. Van más eszköz is, de én azt az utat nem szeretném választani. Tehát az erőszak útja, ha úgy tetszik. Voltak ott olyanok is, akik az erőszakra számítva jöttek el ide. Már úgy értve, hogy na most akkor kitör a forradalom, azt elfoglaljuk a Smolnyit. Igen, igen, nem is kevesen szerintem egyébként. Igen, igen. Na most, tehát mindent összevetve, nyilván annak is van helye, mert úgy egyébként azért ne reménykedjen senki. Az ancien rezsim mindig túlél.
Tehát az a helyzet, hogy a NER maradékával, ki tudja, hogy mekkora maradékával, most már hosszú évtizedeken keresztül együtt fog élni ez az ország. Akkor is, hogyha kétharmaddal sikerül a NER-t leváltani, és mindazokat az intézményeket is meg lehet reparálni, amit az előbb emlegettem. Egy dolog biztos, hogyha egy feles többsége lesz a parlamentnek, benne az ellenzéknek 2026-ban, akkor az Orbán nem fog olyan békésen elvonulni, mint a lengyel Kaczynski. És ezt most idézőjelben mondtam. No szóval, azért Magyar Péter az első kijelentései között azért még csak az volt, hogy ő egy olyan Kézlaci bácsi harmadik Magyarország tébolyának analógiájára, hát egy olyan politikai erőt vizionált, amelyik mind a két irányba koalícióképes. Nevezetesen ugye akkor még azt mondta, ezt azóta se mondta vissza, hogy a Orbán nélküli Fidesz-szel hajlandó koalícióba lépni. Na most akkor ez nem egy rendszerváltó elő, és most is igazából, miközben a nemzetet akarja egyesíteni, eközben azért leginkább a lágy Fideszből adódóan egy ilyenfajta kiegyezésre törekszik, úgymond a nemzeti egység nevében, amitől azért én nem kapok röhögő rohamot, mert nem az a fő kérdés, hogy ki kit győz le ideológiai értelemben. Tehát ezeket azt is félrevezetőnek tartom, amikor ide a magyar belpolitika konkrét elemzésében állandóan a domináns kérdés az az, hogy ki liberális, meg ki mit tudom én milyen es, és akkor meg mit mondott a Gramsci. Itt Magyarországon van egy rohadt rendszer. Ezen a rendszeren kell dolgozni. Ezt kell felszámolni, nem megreparálni, felszámolni. Mert ennek a rohadt rendszernek a következménye az, ami a magyar gyermekvédelemben, a magyar iskola rendszerben és magyar egészségügyben van. Meglássuk. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan voltak ott, akik ezt gondolják, hogy ez tarthatatlan, ami Magyarországon történik. És nagyon hangsúlyos volt az, ez rengeteg külföldön élő magyar. Nekem az feltűnt, hogy ez elég nagy hangsúlyt kapott, ugye beszéltek is erről. És ma néztem a 444-en, hogy soha ennyien nem mentek el az országban, mint két országban, még mint az elmúlt egy évben. Több, de figyelj meg, hagyd kérdezzek már valamit. Titok azt, hogy te majd kivágod, hogy te külföldön élsz. Így van, én is ugyanígy, úgyhogy külföldön élek 2011. Mondom, titok. Nem titok. Akkor hagyd kérdezzek már vissza. Ha ilyen sokan eljöttek, egyébként tudtuk, hát nekem is voltak információm régi a légi közlekedési kapcsolatai alapján, hogy rengeteg fapados járattal jöttek. Mondd meg nekem, hogy egy olyan beszédben, ami mondjuk úgy az oktatás politikán és a gyermekbántalmazáson kívül, meg a gyermekvédelmen kívül, ami nagyon fontos, már az ő szájából egy kicsit furcsa, most az én egy kicsit az ő részéről csöndesebben kezelném. Egy igazán súlyos politikai mondat volt a háború kellős közepén, hogy ezt a konföderációs bulit ezt hagyjuk a fenébe. Nekem az megütötte a fülemet. Ez azért egyfajta politikai érzéketlen. Nem is tudom, nekem nagyon megütötte a fülemet. Jó, figyelj, azért is ütötte meg a fülemet, meg a gondolataimat, mert mint egy véres falok ott lóg ezen az egyébként túl sok konkrétumot nem tartalmazó beszédben. Ez véres falok. Igen. Én őről azt gondolom, hogy szerintem ő folyamatosan így változik, tehát így úgy látom, hogy ő fejlődik politikailag is, most ebben a szerepben, ez neki egy új szerep, de az összes interjújában azt látom, hogy
időről időre egyre jobb, egyre felkészültebb, nagyon egyre jobban beszél, fejlődik, én azt látom benne. Szóval lehet, hogy ez egy olyan dolog, amit még a Fideszből hozott magával. Ugye 9 évet volt Belgiumban, ahol vagy Brüsszelben, ahol ugye volt neki rálátása arról, hogy hogyan működik mondjuk az Európai Unió, az Európai Parlament, az Európai Intézmények úgy általában, és ha szerintem valaki ott dolgozik, az már nem gondolja el hülyeségeket, kivéve, hogyha át van mosva az agya propagandával. Úgyhogy én még ezt ennek a maradványának gondolom. Egyrészt hagyj egyezem meg, hogy én nagyon bízom, hogy még te is fejlődőképes vagy, meg én magam is fejlődőképes vagyok, mindannyian fejlődünk. Na bocsánat, egyébként ez is egyébként úgy idegesít is egy kicsit, hogy amúgy is ugye ez a hőkörés népe. Ugye, mindaz, ami történik, a 100 évvel ezelőtt pont ugyanígy került Ady Endre tollára a publicisztikában. Bocsáss meg, aki magára a keresztet, annak neked számomra az nem mentség, hogy pályakezdő. Nem, bocsáss meg, ott van, több száz ember, mondjuk, akár ugye, értékei szerint 4 millió ember, hát ne bohózkodjunk már, hogy fejlődik, és majd meglátjuk. Hát egyébként meg... Tehát nem leszek én hozzá, Kimi. Én örülök, hogy ennyi embert és ezek az emberek megjelentek, és ez nagy részt azért neki, hát mondjuk alapvetően a rendszer gyarlóságának, de neki is köszönhető, hát akkor jó, tehát ez nekem passz. Ez az egyik dolog, a másik egyébként az, hogy kint volt Brüsszelben 9 évig. Ez különösképpen aláhúzandó, hogy ő neki azért tudnia kell, hogy ez a kérdés, és itt most a háború közepén, mert nyilvánvalóan ez nem egy ideális szisztéma, hiszen nem egy ilyen világra született. Ezek a szegény alapító atyák annak idején azt gondolták, hogy a két világháború elengedő élmény. Arra, hogy a nacionalizmus, aminek pontosan a patriotizmus, aminek a leánykori neve, a sovénizmus, a nacionalizmus és a túlhajtott fundamentalista nacionalizmus, az már nem fog előfordulni, mert ebbe belehalt majd 100 millió ember Európában. Hát arról most nem beszélve, hogy milyen mértékben zsugorodik a glóbusz, és milyen mértékben függ mindenki mindenkitől. Hát azt még csak valószínűleg el sem tudták képzelni. Hát akkor ne beszéljünk már ilyen hülyeségeket. És miért? Azért, mert föl akar ülni erre a hullámra? Azért ez a kérdés mondjuk legalábbis legitim, nem? Igen, igen. Attól tartok, hogy ezzel meg akart felelni valamiféle ilyen elvárásnak, vagy politikai kultúrának, szubkultúrának. Jó, hát én ne zárjuk ki azt is, hogy ő is így gondolja valójában, csak hát, hogy mondjam. Hát a akkor ezt... Ne haragudj, ezekben az ügyekben, ebben az egész ügyben, ami nem egyszerűen csak ezzel a konfederációs problémával írható le, ahogy ő körülírta az uniót, az szinte szó szerint ugyanaz, mint az Orbáni retorika. Akkor még durvábban fogalmaz. Jó, akkor erről a helyről kérjük, hogy ezen változtasson, hogyha ránk is számít. Mert az biztos, hogy én mondjuk mindenféle, én európai integráció nagy híve vagyok, úgyhogy engem ezzel nem fog. Erre. Minden esetre, ugye azt szerettem volna itt még a végén megkérdezni tőled, hogy első interjúkban, vagy első beszélgetésekben, amikor Magyar Péterről kérdeztek téged, mindig azzal hárítottad el, hogy te még vársz, neked van időd először, és majd eldöntöd, hogy őt küldték, vagy ő jött-e. Vagy jött-e elvő, vagy őt küldték. Esetleg kiküldte. Ezt most már sikerült eldöntened, vagy ez még mindig dilemma? Nem, ezt erre a kérdés nekem még nincs válaszom. Aha. Nem vagyok pár. A fiatal értelmiségi, és ezekkel a csacskamacskaságokkal, amikkel emellett, vagy ez ellen érvelnek, ehhez én már öreg vagyok. Tehát, hogy
Hú, és akkor nem bántaná annyit a rovarán. Hú, és akkor... Hagyjuk. Hajlok arra. Sajnos az a baj, hogy... Jó, tehát én ezt ugye a formál logikai megközelítésben ismeretlen tényezőkkel kapcsolatban tettem föl. Az a helyzet, hogy attól se vagyok boldog. Ugye most az a válasz, hogy a magánügy és a közügy az elválasztható. Nem választható el. Az ember jelleme egy és oszthatatlan. És én annak se örülök, hogy a kedves közönség ezt így minősíti. Márhogy úgy minősíti, hogy az, amit abban a toxikus kapcsolatban, amiben ők éltek, az lett most az ország belpolitikája. És hogy ebben a toxikus kapcsolatban mindenki úgy gondolja, vagy az emberek nem úgy gondolja, hogy állást kell foglalni. Még akkor is egyébként, hogyha a Fidesz aljas módon terrorizálja Magyar Pétert. Ez, akinek van szüme a hallásra, vagyis van füle a hallás és van szüme a látásra, hogy látta, hogy az a két ember valószínűleg kezdetétől is látunk már ilyen sokat, ilyet sokat, egymást szivatja és terrorizálja, és egyébként a mindenütt meglévő hatalmi harcát vívja, és az én izémmel verik a csalánt. Meg a tieddel, meg a többiekével. Hát a jó Isten áldja már meg bennünket. Azért, hát pacsika. Hát arról nem beszélve, hogy már elnézést kérek. Ezt valakinek mondtam, hogy annak a megítélése séhez, hogy nagyon nehéz ebben a világban sok mindent ráhánynak az emberre, ebben a medializált pillanat által uralt történetben. Sose tudhatjuk előre, hogy most, amiért lelkesednek az emberek, az ember tulajdonságát illetően, majd 3 hét múlva, vagy 1 hónap múlva egyébként hogy fogják fikázni. Ezért az egy jó bomó, hogy az az előnye Magyar Péternek, hogy őt nem ismeri senki, mert a többieket ismerjük. Ám de poénnak jót lehet, jó stand-up poén, de politikai értelemben, hát bocsánatot kérek. Ez pont olyan, ugye most ő egy olyan kihívás elé állította saját magát, amikor azt hirdette meg, hogy ugye az uniós lista úgy lesz, hogy meg lehet pályázni. És ugyan a népek ettől úgy azért javarészt hanyatt esnek. Hú, de jó. Na most kérem tisztelettel. Most jó, a futóbolondokat számítjuk le, mert hát láthatóan egy ilyen helyzetben megjelennek. Hát ez a Sziget Szent Miklósi polgármester, ez egy konkrét aki föllép a református nevében, aki megszólalt, vagy pont a reformátusok nevében, egy kiváló férfi. Az a beszélés. Ott volt. Igen. Ez a Sziget Miklósi távol kiállt azzal, hogy ő hogy megvan. Ő hogy megvan ezt. Hogy ő neki mit csinál, szörnyű élete van, és hogy a bűnözték. Hát na most meg kérdő most pályázat. Nyilván baromi nem tudom, hogy hát azért vannak, felmerülnek ezzel kétségek, mert mondjuk egy pályázaton, ráadásul ennyi idő van, mit fog meg tudni? Olvasni fog, vagy fognak egy önéletrajzot, lesz egy fénykép, talán nyelvvizsga bizonyítvány, egyébként meg sem tudják hallgatni ennyi idő alatt, még az sem, hogy tényleg tud-e beszélni, vagy csak nyelvvizsgája van. Tehát nagy kockázat. Nagy kockázat. Én nem mondom még egyszer, én maradok a szocialistáknál, és fogok kampányolni, meg tagot toborozni, meg minden Isten haragját, és, de ugyanakkor azt is tudom, hogy a rendszer megbuktatásához kellenek azok az emberek, kell a DK 900 ezer szavazója, a húscsonttal mérik. Dobrevestől Gyurcsányostól. Kell Magyar Péter. Kell a szocialista párt. Kéne a Momentum. Akik legalábbis idáig, most azokat soroltam, Párbeszéd, akik állítólag, már a Magyar Péterről nem tudjuk pontosan, a rendszert le akarják váltani. Ungár Pétert azért nem említettem, mert ő megmondta, hogy ő ennek a rendszernek a konstruktora. A nyilasokról meg nem beszél. Meg Ungár Péter most... Nem tudom, nem tudom.
Értem, köszönöm, Sanyia. Ezzel én is így vagyok. Még maradt egy pár perc, egy órára terveztem az interjút. Nem fogom vágni, így fogom feltenni, most erre nincs idő. Még azt akartam megkérdezni, mert ez egy ilyen nagyon teoretikus kérdés, hogy ugye azt hiszem, hogy figyelemhiányos, miért hívják ezt a közéletet, amiben vagyunk, hogy állandóan fel kell tartani valamivel a figyelmet az emberek részéről, hogy tud őket motiválni. Ugye eddig viszont ezt Magyar Péter eddig jól csinálta, ugye emelte folyamatosan a tétet, sikerült neki egyre több embert mozgósítani, de valamit mindig kell hozni szerintem a választásokig. Mit remélnél, vagy mire számítasz még? Ők ezt tudják-e vajon ők ezt szerinted? Biztos tudják, nem? Úgy tűnik. Itt emlegetem a felelősség kérdését is, abban a tekintetben, hogy mit mondunk, és mit csinálunk. Én attól, ha valamitől félek, akkor az, hogy esetleg nem lesz sikeres bármilyen kutya is a pártszervező intézményekhez. Mert ha nem sikerült, akkor nem lesz politikai siker, és azon emberek nagy része, meg ez a nagy figyelem a magyar belpolitikára egy apátiába fog zuhanni. Na most nem számítok, maradjunk inkább abból, hogy reménykedek. Mert ha számítanék, akkor attól tartok a mostani demonstráció alapján, hihetetlenül felfokozott várakozás, de én azért abból, amit itt tapasztaltam a szóbeli fizikai értelmevet találkozástól az egészig, a műlelkesedéstől sok mindenik, hogy mondjuk például odáig ment ennek a dolgnak az íve nagyon fel, ami kihozott ide egy csomó embert, sok-sok embert. Azért itt az embereknek egy jelentős része csalódottan ment haza, akik már többet nem fognak eljönni erre. Úgyhogy hát drukkolni tudok magunknak, nem tudok mondani. Azt a félelmemet meg nem tudom megosztani. Miközben most éppen megosztom, hogy ez is. De hát ennek a medializált, digitalizált, politizált ennek a pillanatúra politikásnak következő, hogy egy pillanatra felkeltődik az érdeklődés, de ugyanígy egyébként szinte egy pillanat alatt majd egy lassú amortizációban el is tűnik valami. Hát azért ilyet már láttunk, ha nem is ekkora tömeggel, de hát azért láttunk már ilyet. Azon kívül meg persze, ugye az ellenzéki oldalon nincs meg a politikai válasz, miközben darabonként egy csomó ember, már az a politikai válasz, amelyik eredményes és hasonló és hatékony lehet, amelyik ahhoz kéne, hogy a rendszert, már azok számára, akiknek az az álláspontjuk, hogy a rendszert kell felszámolni. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ennyi idő alatt ennyi idő alatt Mert egyébként ez Mert egyébként ez a ennek a mozgalomnak, a Talpra Magyar mozgalomnak, hogy hívjam így inkább, mert ezen van a hangsúly, nagyon remélem, hogy inspiráló és innovatív hatása lesz az ellenzék többi pártjára, és a rendszerkritikus ellenzék többi pártjára. Tetszik tudni. Jó. Vágyvezérelt a Vágyvezérelt a gondolkodás. Ezzel minden így vagyunk szerintem. Nagyon köszönöm, Sanyi, hogy elfogadtad a meghívást erre a rövid beszélgetésre, és hogy megosztottad ezt. Szeretném kérni, hogy iratkozzatok fel, támogassátok a csatornát. Még egyszer elnézést a üres járatokért, nem lesz vágva az interjú, annak érdekében, hogy ez minél hamarabb feltölthessük az internetre. Köszönöm a Miért figyelmet. kell elnézést kérni azért, hogy vágatlan egy interjú?
Nem, hanem a nem, te üres járatok, vagy ilyen glitchek, tudod, az internet. Karcsikám, ne legyél már ennyire, hogy hívják, önbizalomhiányos. Amikor izé van, akkor is mi vagyunk. Is mi vagyunk. Az azok így. Is mi vagyunk. Is mi vagyunk. És egyébként a kedves különbség fogadjon. Nem retusálunk, hogy csinálunk, Parti, nem retusálunk. Nem, szépség önmagáért. Na jó, oké. Jó van, köszi. Hello.